Olyan trauma érte a tatárjárás korban ezt a kolostort, hogy úgy döntöttek, hogy nem mutatják meg a király sírjának a helyét a későbbi korokban, hanem elfették egy későbbi padlóval, de minden eséllyel ez alatt, a 13. századi padló alatt meg lesz a nagyon szerencsés esetben az ép sír, benne a király csontjaival. Hogyha a tatárok alapos munkát végeztek, akkor a feldúlt sír, vagy csontokkal, vagy csont nélkül. Nabosári feltárása magyarságkutatás régészeti területének a fő zászlós hajója. Tehát igazából itt nem csak egy templomot tárunk fel, vagy egy apátsági kolostort és a hozzátartozó épületeket, vagy egy Aba Sámuelnek a nemzetség fői, később királyi központját, hanem ez egy királyi központ, és reális esélyünk van arra, hogy megtaláljuk Magyarország harmadik királyát. Tehát valószínűleg itt a mögöttünk lévő templomnak a templom falak között nyugszik a fő oltár előtt. A fénykor minden bizony a Aba Sámuel időszakában volt, a királyi alapútású bencés szerzetes rend kiépítésével. Bizonyosan gyönyörű dolgok voltak itt ekkor, csak az a baj, hogy ezt olyan szinten pusztítja el a tatár, hogy alig maradt nyoma. De ami maradt, az például az, hogy budakalászi mészkövet, ami nagyon hasonlít a márványra, de ugye a Kárpát-medencében nincsen rendes márvány, csak Budakalászon a Süttőn vannak olyan márványszerű mészkövek. Tehát Budakalászról szállítják ide az építőanyagot, ezt másodlagos helyzetben több ilyen budakalászi mészkövet találtunk már, sőt talán eredeti helyén is van kettő, ami a 11. századi templomhoz tartozhatott. Tehát ez azt mutatja, a Dunántúlon azt szokták mondani, hogy korábbi római romok elbontásával jutnak hozzá ehhez a mészkőhöz, és hogy gyakorlatilag a talált anyagot használják fel, nem, hát itt Abasáron a élő bizonyíték az, hogy biztos, hogy nem római romokat bontanak el, hanem igenis a 11. században is ugyanúgy, mint a rómaiak veszik a fáradtságot a királyi rangú település meg székhely kiépítésére, és igenis elmennek, és Budakalászról hozatják szekereken a követ. Tehát ez tudti, hogy ez egy fénykor időszak volt. Már négy olyan sírt találtunk, amelyek bolygatatlanok voltak az 1400-as évekből. Rajtuk a másfél tonnás sírfedlapokon gyönyörű Aba Sámueli címerek, a két turulmadár és a rostélyos királyi koronával ékesített sisakkal. Azokban biztos is a feliratok szerint is, hogy Aba nemzetségbeliek voltak eltemetve. Megvizsgáltuk ezeket a csontokat, igazolódott, hogy a testvérekről van szó valóban. Itt már keleti származást is ki lehetett mutatni. A kolostor, a lelőhely és maga a város legnagyobb pusztulása is a török korra tehető, ahol olyan szintű pusztítást végeznek, hogy már újra sem építik a romokat. Feltehetőleg szinte elnéptelenedik a falu, és utána nem, a 20. századig nem alakul ki városias jellegű település. Annak ellenére, hogy 1060 vagy 1042-ben ugye Aba Sámuel már szőlőt és bort, szőlőt és pincét adományoz a bencéseknek, és a helyiek ugyan tudták, vagy hitték, vagy nem, hogy itt van Aba Sámuel eltemetve, és ez volt a nemzetség fői, majd királyi központja. Utána pedig évszázadokon keresztül egy bencés monostor és központ, apátság, de igazából akik kilátogatnak most ide a feltárásra, a helyiek is el vannak képedve, hogy hát ezt ők se gondolták volna, hogy ez ilyen nagy.
Magyar Sárkutató Intézetben 9 kutatóközpont működik, és ezek a kutatóközpontok mind a magyarság múltját kutatják, legyenek azok régészek, legyenek azok klasszikafilológusok, nyelvtörténészek vagy archeogenetikusok, és most itt is több tudományterület dolgozik össze, régészek, archeogenetikusok, néprajzosok, illetve klasszikafilológusok, akár sílfeliratokra gondolok, vagy a megtalált tárgyaknak a feliratainak az elemzésére. Gyakorlatilag ilyen mezőgazdasági géppark állt itt. Semmi nem emlékeztetett arra, hogy egy hajdani királyi központban vagyunk. A településnek is ez a célja, a Magyar Sárkutató Intézetnek, az EMMI minisztériumnak, mint kultúráért felelős minisztériumnak is. Az a célja, hogy egy látogató központ jöjjön létre, amelybe képes bemutatni ezt a fantasztikus méretű nemzetségfői központot, ezt a királyi kápolnát, ami itt is most feltárás alatt van még, azt, hogy bemutathassuk a mai élő embereknek, hogy őseink 1000 évvel ezelőtt, hogy Abba Sámuel király milyen bencés monostort, apátságot építetett itt, adományozott a bencéseknek, hogyan éltek itt, ha előkerül ugye Abba Sámuel királyunknak a koporsója, vagy a leletei, hát akkor nyilván azok is egy főhelyen kerülnének kiállításra.